Sziasztok! Az előző videó után sokan jeleztétek, hogy jó lenne, hogyha bemutatnánk pontosan is, hogyan kell elvégezni a felmérésnek a gyakorlatait. Úgyhogy most be fogjuk mutatni. Ebben segítségemre Enikő lesz, úgyhogy vágjunk is a közepébe. Az első gyakorlat a guggolás. A guggolásnál arra figyelünk, hogy a lábak választásai kicsit szélesebb terpezben vannak, lábfej egy picit kifelé néz, és ahogy guggolsz hátra, figyeljünk, hogy a térdel a bokád elé ne menjen, illetve hogy hátrafelé toljuk a popsit. A feedbot azért használjuk, mert aki nagyon kezdő és még nem tud helyesen guggolni, sokkal könnyebben meg tudja tanulni a gyakorlat helyes elvégzését, sokkal jobban tud figyelni arra, hogy a térdel ne menjen a bokája elé, illetve a fenekét is jobban fogja tudni tolni hátrafelé, illetve a hátra is sokkal inkább egyenes fog maradni. Nézzük pár ismétlés labdával. Akkor labda nélkül is megnézzük. Labda nélküli gyakorlatot kivitelezésnek ugye figyelünk arra, hogy feneken toljuk hátra, mintha egy székre szeretnénk leülni, illetve hogy hasunkat behúzzunk, fenekünket is megfeszítjük, illetve hogy a hátunk egyenes legyen. Az elvégzésnél, ha egy kicsit a mellhasunkkal előre dőlünk, viszont egyenes a hátunk, az nem probléma. Úgyhogy nézzük ebből is pár ismétlést. Jó. De azért nagyon fontos, hogy a guggolást helyesen elvégezd, mert ha rosszul csinálod, többet átadsz vele, mint használsz, és pontosan ugyanilyen fontos gyakorlat a fekvőtához is. Úgyhogy most lássuk azt, hogy kell helyesen csinálni. Tudod, hogy kell helyesen kivitelezni a gyakorlatot? Persze, hogy tudom. Akkor lássuk. Hát ez így nem lesz egészen jó. Akkor most elmondom, hogy mire figyeljünk le. Először is nagyon fontos, hogy ugye a térdek a talajon vannak, hogy a könnyítetekről most csinálunk. A könnyök nyújtva van, bálszélességnél egy picit szélesebben. Igen. Hasad feneket behúzzuk, a törzs egyenes. Végig gyakorlat kivitelezése során végig egyenesen tartjuk a testet. Nem engedjük be a csípőt, nem tartjuk fel a popsit. Amikor engedjük le magunkat, kb. 90 fokig hajlítjuk a könyököt, és ha tudjuk, akkor érinthetjük picit a mellkassal a talaj, de hogy kb. 5 centig engedjük a talaj fölé, a mellkassal is jó. Aztán egy nagyon picit megtartjuk lent, és utána jövünk vissza. Így jó lesz. Akkor most nézzük meg, hogy kell helyesen megcsinálni egy kasprést. Alapvetően térdeket felhúzunk, talpa talajon van, és leszorítjuk a derekat a talajhoz. Hogyha így nem tudjuk rendesen leszorítani a derekat, és még mindig marad egy kis lyuk a hátunk mögött, akkor érdemes lábunkat fölteni egy fitballra, így sokat könnyebben le tudjuk szorítani. A gyakorlat kivitelezésnek kéz a tarka mögött van, könnyököt szétnyitjuk, állunk és a mellkasunk között egy ökvenyi távolságot tartunk, nem szorítjuk az állat a mellkashoz, fönt a plafonon kinézzünk egy pontot, végzés közben végig ezt a pontot nézzük, így meg tudjuk tartani az áll és a mellkas közötti távolságot, illetve préseléskor fújjuk ki a levegőt, és lassan engedjük vissza magunkat. Pontosan mit kell csinálni. És akkor végül az alkartámaszos kitartás, azaz a plank, ami lényegében ugyanúgy néz ki, mint egy fekvőtámasz, azzal a különbséggel, hogy nem a kézfejeken, hanem az alkaron támaszkodunk. Amikor elemeljük a térdet a talajról, arra figyelünk, hogy a hasat és a feneket behúzunk, a törzsünk egyenes, tekintetünk a talaj felé néz, illetve, hogy a csípőt se túl magasra, se túl alacsonyra ne engedjük be, hanem próbáljuk egyenesen tartani a gerincet, valahogy így, és így tök jó, és nem tökhető. Remélem, számotokra is hasznos volt ez a videó, én mindenképpen nagyon jól szórakoztam. Hogyha esetleg nem láttátok az előző videónkat, akkor azt itt megtekinthetitek, illetve megköszönjük, hogyha itt feliratkoztok. És ezúttal szeretném megköszönni kedves partneremnek a segítséget. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Azt hiszem, ez egy nagyon gyümölcsöző kapcsolatnak a kezdete. Akár úgy is mondhatnám, hogy this is the beginning.
kíváncsi. Hogyha esetleg érdekel titeket későbbiekben is a videóink, illetve további tartalma, akkor kövessetek minket Facebookon. Sziasztok! Sziasztok!